A Vosinszky-Mór megyei múzeum munkatársai évek óta a Magyar Tudomány napján számolnak be, részben kollégáik, részben a hallgatóság előtt az előző év kutatásainak eredményeiről. Odor János Gábor igazgató azt mondja, ez a fórum nagyon fontos része a közgyűjtemény szakmai munkájának, hiszen így kapnak képet saját magukról. A Magyar Tudomány ünnepét 1997 óta ünneplik meg országosan, és mivel ez a november 3-i dátum elég az év vége fele esik, a múzeum, mint tudományos intézmény is, most már évek óta felhasználja ezt az alkalmat arra, hogy a tudományos feladatokat is ellátó munkatársak, a muzeológusok hát részben számot adjanak, vagy legalábbis ízelítőt adjanak egy rövid kis előadás keretében nagy érdemű közönség számára, hogy abban az adott évben mivel foglalkoztak. Nem magunknak szól természetesen, magunknak is. Tehát azért az jó dolog, hogyha egymásnak a dolgairól, tehát ki mivel foglalkozik, házon belül is tudunk, de hát ez egy nyitott rendezvény. Most koronavírus járványtól függetlenül is nyilván betartva az aktuális szabályokat, de nem szerettük volna elhagyni ezt a régóta bevált rendezvényünket, és szerencsére azért jöttek is kívülről érdeklődők. Mindig van olyan, ami valamilyen évfordulóhoz kötődik, tehát ilyen értelemben a Mészöly Miklós 2021-ben a 100. születésnapját fogjuk ünnepelni. Lovas Csilla például ennek apropóján választott egy szekszárdi Mészöly témájú előadást, vagy dr. K. Németh András, tudományos titkárunk, 100 éve elhunyt Kammerer Ernőre, a kiváló középkoros történészre emlékezik. De nagyon sok olyan téma van, azt gondolom, ami a nagy közönség érdeklődését is felkelt. Vízi Márta muzeológus azt mondja, ez a tudományos munka az alapja a múzeum egyéb tevékenységének. Ez a nap tulajdonképpen kihangsúlyozza azt, hogy a múzeumok tevékenységében a tudományos munka az egyik alappillér, és egy olyan nélkülözhetetlen tulajdonképpen pillér láb, amire az összes további tevékenységünk támaszkodik. Értem ez alatt a kiállításainkat, értem ez alatt a tudományos kiadványainkat, köztük az évkönyvet, illetve az elmaradhatatlan közönség fogadó tevékenységünket, a múzeumpedagógiai tevékenységet, és a múzeumpedagógiai tevékenység körébe az értem én az óvodásoktól egészen a felnőttekig tartó ismeretterjesztő tevékenységet. Ez így elég, hogy mondjam, hivatalosan hangzik, hogy ismeretterjesztő tevékenység, de azt gondolom, hogy nekünk a társadalom minden szegmensét meg kell tudjuk ismertetni azzal, amit itt teszünk. Most ennek az alapja, a gyökere, ez a bizonyos múzeumi tudományos nap. Ez azt jelenti mindannyiunk számára, hogy ahogy abból indultunk ki, hogy miért is fontos ez a tudomány napja, hogy mindannyiunk számára ez egy összegzést jelent gyakorlatilag minden évben, vagy akár már év elején, vagy akár holnaptól, hogy mi is lesz az a következő csomópont, amire én fel fogom fűzni mondjuk az egész évi munkámat, mi az, amely kutatásokat el kell végeznem, ahhoz, hogy majd egy év múlva, egy következő novemberi ilyen tudományos napon ezt elő tudjam adni, és ugye, hogy megint tovább kanyarodjunk, hogy aminek az eredményeit a már említett fórumokon hasznosítani tudjunk. És azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen ez a lényege a mi munkánknak, hogy ezeket az apróságokat, ezeket a szenzációkat, hogy a két végletet említsem, ezeket mi minden évben a nagy közönség elé tárjuk, és ezek az előadások igazából még azért is nagyon fontosak, mert itt valóban a nyilvánosság mellett személyesen lehet találkozni az összes kutatóval, lehet beszélgetni, kérdéseket föltenni. Maga az, hogy személyes találkozásra is lehetőség van, személyesen is itt lehet ülni és megismerkedni magával, a kutatóval, illetve a kutatásokkal, és akinek kérdése van, hozzátenni valója van, esetleg szeretné fölhívni a figyelmet arra, hogy
ez főképpen ilyen újkor történeti témáknál van, hogy még otthon a ládafiában milyen iratok vannak, amik fontosak lehetnek a város, a megye, az ország szempontjából, tehát ez mind-mind teret ad neki. Sokszor előfordul egyébként, hogy ilyenkor kezdődik olyan személyes kapcsolat a városban lakó emberekkel, akik eddig valamiért nem érdeklődtek akár a város történetével, akár a saját családjuk történetével, és akkor itt most ez megtörténik, vagy hoznak be leletet, hogy hát esetleg most ezt megnéznénk, és akkor ez elindít akár egy régészeti témakutatást is. Tehát nagyon-nagyon nagy tere van ennek, és lehetőségünk van arra, hogy valóban élő kapcsolatot teremtsünk a környékbeliekkel. Tehát nem egy halott intézményről van szó, amelynek a kutatói vagy dolgozói bezárkoznak egy elefántcsontoronyba, hanem valóban élő kapcsolatokat teremtenek a környezetükkel. A tudományos előadások összegzése az a kiadvány, mely minden esztendőben napvilágot lát a múzeum gondozásában. A Magyar Tudomány Ünnepe 2020 sorozat keretében számos előadásra és rendezvényre kerül majd sor országszerte. Az idei program mottójául a jövőt formáló tudománygondolatot választották a szervezők.